Sziasztok, Polgár Zoli vagyok, és ez itt az Into.hu. A mai videómban a Windows Defender kikapcsolásáról lesz szó. Igazából első véleményem az, hogy ez egy nagyon jó vírusírtó, nagyon jó biztonságot ad. Én ajánlom mindenkinek a használatát, viszont vannak olyan régebbi gépek, amelyekre a Windows 10-et felrakva és alapértelmezetten használva nem feltétlen fog beton stabilan futni, legalábbis nem folyamatos vizuális élménnyel. Történhetnek ugye emiatt megröccenések, ugye ajánlott Windows Defender használatával legalább egy SSD pakolni a gépbe, de ez igaz minden egyes másik vírusírtóra is. Igazából nem is a memóriát meg a processzor foglalja le igazán, hanem ugye a merevlemezünket vagy SSD-nket, ugye az olvasással. Nos, de hogyha mégis szeretnénk ugye kikapcsolni pont amiatt, mert gyenge hardverem van, esetleg merevlemezem van a cuccunk, akkor erre is lehetőségünk van. Vagy esetleg szeretnénk majd később behasználni másik biztonsági csomagot, akkor előre ezt ki tudjuk kapcsolni. Megtehetjük. Elsősorban ugye menjünk akkor, kezdjük előről, a Start menü, Gép, Ház, Frissítés és Biztonság, Windows Biztonság, Fűre. Ugye itt meg kell keresnünk azt, hogy vírus és veszélyforrás kezelés. Bezárom itt mögötte, kapunk egy újabb ablakot. Itt kell egy olyanunk, hogy vírus és veszélyforrások elleni védelem beállítása. Itt van a beállítások kezelése. Ha rámegyünk, akkor itt tudjuk kikapcsolni ugye a valós idejű védelmet, felhőn keresztül biztosított védelmet, minták beküldési, illetéktelen módosítás elleni védelmet. Na már most az utolsót nem feltétlenül szükséges kikapcsolni, de nagyon szeretnénk kikapcsolhatjuk. Kapcsoljuk ki ugye a valós idejű védelmet, felhőn keresztül védelmet, minták automatikus beküldését, minek küldjünk be mintát, ha úgy sem megy. Illetve, ha nagyon akarjuk, akkor ezt is kikapcsolhatjuk. De hát kinek mi az igénye, az már igazából különösebb erőforrás nem igénye. Ugye a valós idő védelem az, ami úgy jobban megterheli a hardverünket, főleg merevlemez esetén. No, de itt még ugye nem ért véget a történet, mert így még ugyanúgy fut a háttérben, és ugyanúgy próbál elhárítani kártevő szoftvereket, programokat és minden egyebet. Igazából nem tudom, hogy ennek konkrétan milyen funkciója van ennek a kikapcsolási lehetőségnek itt a GUI felületen, mert egyszerűen tényleg így is fut a háttérben a cucc, és így is hatástalanítja a problémás eseteket. Lehetőségünk van a csoport házi rendben módosítani, vagyis kikapcsolni ugye a Windows Defender-t. Amit úgy tudunk elérni, ahogy láttátok, hogy beírtam a keresőbe, hogy gpedit.msc, de ezt beírhatjuk a futtatásba is, ha tetszés szerint. És akkor itt lesz egy olyan, hogy számítógép konfigurációja, felügyeleti sablonok, Windows összetevők, és ugye régen úgy kellett rákeresni, hogy Windows Defender, ami még mindig létezik, Windows Defender Smart Screen, Windows Biztonság, viszont most változtattak a nevem, és Windows, vagy Microsoft Defender víruskereső lett az új neve. Erre menjünk rá, és akkor lesz egy olyan, hogy a Microsoft Defender víruskereső kikapcsolása. Erre duplán kattintsunk rá, és akkor tudjuk engedélyezni. Alkalmazzuk, és nyomjunk rá egy okét. És ilyenkor ugye engedélyeztük azt, hogy kikapcsoljuk a víruskeresőt. Kicsit furán működik, de a lényeg az, hogy itt tudjuk teljes mértékben kikapcsolni. És valószínűleg jelez is, hogy a védelem ki van kapcsolva, és így teljes az egész. Viszont van lehetőségünk, ha jól emlékszem, akkor ugye a regisztrációs adatbázisban is, ugye a beállítás szerkesztőben, ugye ez is új nevet kapott teljesen. Ugye itt, ha minden igaz, akkor local machine,
Software, és akkor ugye Policies, Microsoft, és akkor itt lesz az, hogy Windows Defender. És akkor ugye itt tudjuk, hogy Disable Anti-Spyware, de ugye mivel hogy a csoportházi rendben módosítottuk, így az érték az egyesebb változott. Ugye nullával tudjuk bekapcsolni, egyessel viszont kikapcsolni. Ide duplán, ha rákattintunk, nullára módosított értékkel, ugye így vissza fog ugye kapcsolni a vírusírtón. Ha megint duplán rámegyünk, átírjuk egyre, akkor viszont ki fog kapcsolni. A regisztrációs adatbázisban, hogyha módosítjuk, akkor mindenképp kelleni fog egy számítógép újraindítás. A csoport házi rendnél nincs erre szükség, mert ott automatikusan akkor át is áll az egész. Ha se újraindítjuk, ugye akkor már nem lesz elérhető a Windows Defender, teljes mértékben ki lesz kapcsolva. Igen. Kikapcsoljuk. Kikapcsoljuk. Kikapcsoljuk ezt is, és akkor ugye a csoportházi rendbe GP Edit MSC újra. Windows összetevők, és akkor itt lesz egy Defender víruskereső, és akkor kikapcsolás engedélyezve. Így van, és akkor most kell egy újraindítás. Minden igaz, akkor utána kikapcsolva fog maradni minden. Megvárjuk, még újraindul. Kell neki egy kis időm, a szolgáltatásokat kikapcsolja. És remélhetőleg akkor újraindítást követően maga az anti-malware szolgáltatás az továbbiakban nem lesz bekapcsolva. Belépünk, megadjuk a PIN kódot, és akkor belemegyünk a gépházba, frissítés, biztonság, és akkor Windows biztonság, és így van. Most jelenleg ugye ki van kapcsolva. Ugye annyi probléma még van, hogy ugye ezt jelezni fogja nap, mint nap, de majd készítek róla egy külön videót, hogy hogyan tudjuk ezeket az értesítési üzeneteket kikapcsolni, és akkor továbbiakban ez se fog minket zavarni, de addig is, hogyha nagyon szeretnénk, akkor bekapcsoljuk a fókusz segédet, és akkor tényleg csak a nagyon-nagyon kritikus értesítések fognak számunkra megérkezni. Ebbe jelen esetben valamilyen oknál fogva nem tartozik bele a vírusvédelem. Tehát, hogyha bekapcsoljuk a fókusz segédet, akkor nem fogunk értesítést kapni. De hozzáteszem, hogyha Messenger vagy egyéb alkalmazás, amely szokott küldeni értesítésre, a Skype, Discord vagy bármi egyéb, azok se fognak nagy értesítést küldeni, hanem simán gyűjtőként fog az értesítési felületünk működni. Tehát komplett értesítési fül és hang nem fog érkezni, hogyha a fókusz segédben van kapcsolva. De majd egy következő videóban akkor bemutatom, hogy hogyan kell külön-külön az értesítéseket letiltani. Köszönöm a figyelmet, remélem tudtam segíteni. Sziasztok!